Béres Alexandra magukhoz költöztette nagybeteg apósát, hogy ápolni tudja. Béres Alexandra őszintén mesélt Pelőr Mariannak az Utazása lelked körül című műsorban arról a nehéz időszakról, amikor férjének édesapja a rákkal folytatott harca során náluk lakott. A fitness guru apósa és családja az Egyesült Államokban él, de ha egészségügyi probléma merült fel, Magyarországon kerestek segítséget. Három évvel ezelőtt egy sérvműtétre érkezett haza, de a beavatkozás után sem múltak el a fájdalmai. Az orvosok hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak, mesélte Alexandra az apósáról, aki ezután gyermeke családjához költözött, így a kezelések alatt folyamatosan ápolni tudták őt. Főztem, ápoltam, a férjem, Krisztián vitte a vizsgálatokra, folytatta az édesanyja, akinek különösen nehéz volt, hiszen két kicsit gyermekét sem akarta teljesen kitenni a tragédia fájdalmának. Annyira szerette az unokáit, semmiképpen nem akarta, hogy így lássák. Kicsik voltak még, különösen Flóra. Végig bíztunk a gyógyulásában, de ő már tudta, mi közeledik. Érezte, mondta, amíg az após náluk lábadozott, az anyósa rendszeresen hazarepült meglátogatni őt, ám végül az a döntés született, hogy utolsó hónapjait otthon töltse. Természetesen nagyon megérintett ez a fél év, amit nálunk töltött, és az, hogy elveszítettük. A gyászt megélni, hogy ennyire a részese vagy, nagyon nehéz, zárta Alexandra, aki persze, tudja, hogy az igazi veszteség férjét és anyósát érte.